Köszöntöm nézőinket! Október 4-e az Állatok Világnapja, de ne felejtsük el Assisi Szent Ferencet sem, akinek szintén október 4-e az emléknapja. Az ő alakja szorosan összefűződik az állatokkal és a természet védelmével, de az ő alakjáról, mint szentről fogunk ma beszélgetni vendégemmel, Varga Zoltán budakalászi plébánossal. Köszöntöm atyát itt a stúdióban! Én is köszöntöm, illetve a nézőket is! Mielőtt rátérnénk Assisi Szent Ferenc alakjára, kicsit beszéljünk arról, hogy mi is az, hogy szent. És milyen út vezet addig, hogy valaki szent legyen, vagy mitől több egy szent, mint mondjuk egy átlagos katolikus hívő? Hát ha a legrövidebben akarnám megfogalmazni, akkor a szent az Istennek lefoglalt személy. Vagyis egy ember minél jobban át tudja magát adni Istennek, az életében, minél több területét az életének át tudja, annál közelebb lép egyet az életszentséghez. Szóval az életszentség, azt el kell jutni odáig. Lehet valaki már az életében is szent életű, de szenté csak később avathatják, nyilván a halála után, amelynek vannak egyébként kritériuma is, de tulajdonképpen úgy általános értelem és egyszerű formában a szentség az azt jelenti, hogy mindenét oda tudja valaki adni Istennek szolgálatra, a lelkét, a szívét, a lelkét oda tudja adni. Minél több mindent tartok meg magamnak, annál kevésbé élek szent életet. Tehát ez egyfajta átadottság, inkább Istennek lefoglaltság, amikor valaki tényleg, és a szent lehet akár egy édesanyja is, tehát nem feltétlenül papnak vagy szerzetesnek kell lennie, úgyhogy mi most szerzetesről van szó, Assisi Szent Ferenc esetében, de tulajdonképpen attól még, hogy valaki végzi a világi munkáját, szolgálatát, jelen van a világban, él a világ, teremtett világ szépségével, jóságával, mindennel, ami van körülöttünk, ettől függetlenül mégis ezt mind-mind Isten jelenlétében tudja tenni, és mindent át tud adni Istennek, minden döntését, minden akarati kérdését, gondolatát, érzésvilágát elengedni. Ugye azért az ember nagyon ragaszkodik általában a saját maga dolgaihoz, tehát hogy ez én vagyok, ezt én gondolom, ezt én. De az imádságban is, és az Istennel való kapcsolatunkban is egy nagyon fontos pont az, amikor kicsit úgy le tudsz erről mondani, szinte önmagadról, és Isten kezébe tudod helyezni az életedet. És itt indul el valaki az életszentség, ugye, hogy ez ki hol jár ebben, ő még nem annyira, a másik már előrébb jár az életszentség útján, tehát hogy ezt nagyon nehéz megmondani, valakit már az élete folyamán szentnek tartanak, mert látják kívülről, hogy na hát ez az ember úgy él, hogy ez tényleg Istenben látod az egész életét zajlani, de hogy ki lesz szent, azt az egyház mondja ki utólag végül is. Hát Assisi Szent Ferenc azt hiszem egy jó példa arra, aki így egyszer csak egy nagy fordulatot vett, és elkezdett másik úton járni. Beszéljünk akkor egy kicsit erről, hogy hogyan történt az ő életében a szentté válás. Ő egy gazdag posztókereskedőnek a fia, tehát mondhatjuk, hogy egy gazdag családba születik tulajdonképpen bele, és nyilván ez sodorja is őt. Tehát ő egy kicsit ilyen dicsőséget kereső, ráadásul a keresztes háborúk is azokban az időkben zajlanak, amikor ő van, oda is menni akar. És tehát ő egy ilyen lovagként akarja a dicsőséget keresni. A gazdagság őt is ugye ebbe születik bele, tehát azt így meghatározza tulajdonképpen az életét. Az apja is Szent Ferencnek egy utat akar kijelölni a fiának, hogy min haladjon, vigye tovább a kereskedést, az üzletet. Tehát egy üzleti tulajdonképpen életbe csöppen gyakorlatilag bele, és tulajdonképpen egy betegség töri őt meg. Ami után egy fordulat áll be a lelkében, a hitében, és ebben a betegségből való gyógyulása után indul el valami Isten felé az életében. Ahogyan szoktuk mondani, hogy amíg minden rendben van, addig könnyű ateistának lenni, ugye ezt mostanában többször hallom innen-onnan, hogy addig könnyű Isten nélkül élni, és a saját maga dicsőségekről, és talán pont ezt jelenti azt, hogy itt még az életszentség, amit az előbb is mondtam, hogy önmagát kereste még, mint ember. Ő az ő dicsőségét, az ő gazdagságában tetszeleg, és itt jön ez a hatalmas fordulat, amikor egyszerűen megérzi, hogy törékeny az emberi élete, és hogy az élete mindegyikünknek Isten kezében van. És ez a betegség folytán indul el az, hogy fölépül belőle,
és akkor indul el a gondolkodása, az érzésvilága egy picit másfelé, és nagyon-nagyon meghatározó volt, hogy nem csak az ő betegséggel, hanem amikor a betegséggel találkozott. Nagyon fontos pontja volt, amikor a leprásokkal találkozott, hogy annak az idejének az egyik népszerű betegsége, amivel nem nagyon tudtak mit kezdeni, a lepra, ami ráadásul egy nagyon fertőző és nagyon sokrétű betegség, amelyet nem tudtak gyógyítani. Tehát oda menni egy lepráshoz, és egy leprással beszélni, az azt jelentette, hogy elkapod, és te is az leszel. Tehát, hogy ez egy nagyon ilyen dolog volt, és Szent Ferencnek például a leprással, a leprásokkal való találkozása, és átélése ennek a szeretetnek, hogy egy beteg embernek segíteni, talán a saját betegsége folytán is, hogy ő is tulajdonképpen a betegségből felépült, indította elő tulajdonképpen Isten felé. És akkor történik meg az a híres dolog, hogy tulajdonképpen mesztelenre vetkőzik a püspök előtt, amikor vádolják őt mindenfélevel, leveszi a ruhát, leteszi, és mesztelenül áll meg a téren minden ember előtt. Ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen botránykeltő mozzanat lehetett az ő életében, de ha belegondolunk, ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy ő mindent letett. Tehát így jött a világra, hiszen mesztelenül jövünk a világra, és mesztelenül távozunk erről a világról, tehát semmit nem hozunk, és semmit nem viszünk magunkkal, csak azt, amit tettünk. És erre Szent Ferenc ráérzett. Tehát a levetkőzése mesztelen, az nem a botránykeltésnek volt a pillanata, hanem tulajdonképpen a kifejezése annak, hogy ő most mindent átad Istennek, mindent, még az utolsó szár ruháját is. És ugye ezután ölti föl a habitusát, a ferences ruháját, tehát leszi le a világi ruháját, és lép át a profánból a szentbe, és alakul ki, és nem is kis eredménnyel, mert utána rengetegen kezdik őt elkövetni. Tehát ő nem is gondolta erre elsősorban, de rengeteg ugye testvériség alakul ki körülötte néhány fővel, és aztán utána meg egész világra szóló rend lesz belőle. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egyik legnépszerűbb szentről van szó. Tehát ez így benne van. Az élet szentsége pedig kétségtelen, hiszen már az életében szent meg. Először bolondnak tartották őt egy kicsit, tehát azért ez is benne van. Azért szentek egy kicsit mondhatjuk ilyen vicces értelme, hogy egy picit bolondok, igen, de azért, mert hogy bolondulnak Istenért, mondjuk lehet így mondani. És még ennyit ott eszembe, igen, hogy a szent az lesz, aki tulajdonképpen mindenét, tehát Istennek adja, és az egész életét Isten kezébe, és Istent helyezi az életében az első helyre. Ugye, ami nem könnyű egyébként. Tehát még hívő emberként sem, hívő keresztény embereknél is nagyon sokszor megfigyelhetjük, hogy még mindig van ott valami, ami fontosabb. Még mindig van valami az életedben. Tehát a szenteket úgy tudnám a legkönnyebben összefoglalni, hogy a szentek abban voltak közösek, és abban az volt bennük a közös, hogy Istent mindennél jobban szerették. És ez meglátszott az életükön. És ezért már szentnek tartották őket, már az életük folyamán, és utána nyilván, mivel szentnek tartották őket, ezért az egyház is felfigyelt ugye rájuk, meg hát látták a hatásait, főleg az életük befejeztével, amikor a földjelből átléptek, utána hatalmas hatása volt az ő életüknek. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Szent Ferenc az egész világot megváltoztatta. Megváltoztatta. Gyakorlatilag visszairányította a lényegre, az evangélium lényegére a fókuszpontot. Ugye az egyház is azért nagyon sokszor kicsit erre, kicsit arra, mint egy hajóbilleg, vagy mint egy építmény, ami rogyadozik. Egyébként nagyon fontos része Szent Ferencnek az életében, amikor Szent Damianóban, amikor ő azt a romos templomot építgette, ott volt Jézustól egy látomás, tehát volt egy Jézusi jelenés, egy hangot hallott tulajdonképpen, és Jézus azt kérte tőle, hogy menj és építsd újjá egyházamat, tehát építsd föl az egyházamat, mert nézd meg, hogy romokban hever. Tehát ez egy Szent Ferencnek egy olyan pillanata, amikor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy megtámasztotta az egyházat, és visszaterített az egyházat, az akkori egyházat kicsit az evangélium útjára, mert ez nagyon-nagyon kell. Tehát Isten mindig tudja, hogy mikor kell egy picit mindig igazítani rajta. És ezt megmutatta Szent Ferencnek, hogy nézd meg az egyházamat, hogy milyen állapotban van, menj és tedd, és ezért megváltoztatta tulajdonképpen
azzal, hogy a lényegre, az evangéliumra visszahelyezte a hangsúlyt, és itt jön be ugye a szegénysége, itt jön be az állatokkal való kapcsolata, hogy megváltoztatta a világot, a környezetét maga körül, a természetet maga körül. Ugye egy másik kérdéskörben. Ha már az állatok és a természet, az ő nevéhez milyen olyan különleges események vagy legendák fűződnek, ami így az állatokkal fűzi össze Szent Ferencet? Igen, hát ugye az egyik a legismertebb a farkassal való találkozása. Ugye a farkas az egy vadállat tulajdonképpen, és ha egy ilyennel találkozik az ember, akkor az nem végződik jól. De Szent Ferenc megszelídíti ezt a farkast. De úgy, hogy egyszerűen csak a puszta jelenlétével, a szeretetével. Tehát el tudjuk képzelni, hogy Szent Ferencnek lehetett és kellett, hogy legyen olyan valami árad belőle, külső formájában is az egészben, a lényéből, ami egészen egyszerűen még az állatot is befolyásolta. Ugye az állatoknak azért van érzékük. Ugye ilyenkor mindig mindenki egy kicsit meglepődik, amikor azt mondjuk, hogy az állatnak nincs úgy lelke, mint az embernek. Ez sokan általában, akik nagyon ilyen állatbarátok, azok egyből, hogy mi az, hogy nincs adat az én kis cicámnak, meg a kutyámnak. Igen, ezt értjük csak, hogy nem úgy van lelke, mint az embernek. Tehát szoktuk mondani a gyerekeknek is a hittanórán, hogy igen, biztos, hogy a mennyországban is lesznek állatok, mert ha azt mondanánk nekik, hogy ott nincsen már állat, akkor biztos, hogy akkor az már nem is lehet jó világ. Tehát, hogy egy picit ilyen vicces, de azért mégis szoktuk mondani, hogy biztos vagyunk benne, hogy Isten teremtményeiként az állatvilág is, ha ennyire szeretjük őket, és ott vannak, és védjük, akkor biztos, hogy a mennyországban is helyük lesz. De nyilván nem úgy, mint az embernek, aki a megváltásra teremtetett, és az életre, és arra a fajta testi-lelki vonatkozásra, tehát úgy nyilván nincsen, de mégis az állatok is éreznek, az állatoknak is van, de még ha nagyon sokszor ösztönösen is, de tudják, hogy kivel állnak szemben. Ugye nem véletlen, hogy valakit megugatnak, tehát hogy valaki például fél, azt megérzik, hogyha valaki kedves hozzájuk, akkor azt egy állat is érzi. Vagy ha bántalmaznak, miért van az, hogyha bántanak egy állatot, akkor utána fél. Tehát, hogy mondjuk megemeled véletlenül a kezedet, mert megvakarod a füledet, és a kutya arrébb ugrik egyet, mert valószínűleg bántották őt előtte. És a kézmozdulatodra, a hirtelen kézmozdulatra megijedt, összerezzent. Tehát, hogy az állatoknak is, még ha egy picit ösztönösen is, de érzik. És hogyha visszatérünk arra, hogy a szentséget az állat is érzi. Ezért tudott Szent Ferenc az állatokkal beszélgetni, madarakkal. Ezért egyszerűen a farkas nem támadja őt meg, hanem oda megy, és megsimogathatja őt. Tehát megszelídíti tulajdonképpen a farkast. Talán ezért is kapcsolták össze később az állatok világnapjával, ugye nem véletlen a Szent Ferencet, hiszen ő volt az, aki a természetet és az állatvilágot, ez mind Isten teremtése. Tehát ez Isten alkotása tulajdonképpen, az állatvilág, a növényvilág, a hegyek, a nap, a hold, amit a naphimnuszban ugye meg is mondhatjuk, hogy megimádkozta végül is Szent Ferenc azt, hogy ő a napot is testvérének tekinti, meg a holdat is, holdnővér, ugye napfivér, holdnővér, tehát ugye így is van is egy ilyen film egyébként, napfivér, holdnővér, hogy ezt a testvéreinek tekinti, az állatokat, a növényeket, mindent. Ezt azért szerintem nem olyan nehéz átélni, ha kimész a természetbe egy gyönyörű hegyoldalba, és föntről lenézel, Isten élmény. Meg az, hogy barátaink a természet tulajdonképpen, hiszen Isten az emberért teremtett mindent. Csak mi ne tegyük tönkre. Ugye az is egy üzenete ennek, hogy szeresd a természetet, vigyázz rá, tehát ugye ez benne van, hogy vigyázzunk rá. És kicsit azt mondom, hogy a mi feladatunk is, hogy megszelídítsük a természetet és az állatokat, a világot, az állatvilágot benne, mert Isten országában már nincsen agresszió, meg nincsen, tehát egy picit már arra kell készülnünk, hogy Isten ránk bízta a természetet, ránk bízta az állatvilágot, a növényvilágot és minden. Tehát az ember képes, hogy tönkre tegye, igen, tehát ez egy üzenet a számunkra, hogy vigyázz a természetre, és Szent Ferencben pedig előjár, hogy minden körülött az élet szentségét megérezte, az állat is érezte Szent Ferenc szeretetét. Ez a szeretet, vagy szelídség, ami belőle árat, még ezen kívül mi az, ami példaértékű benne, amit érdemes követni? Mi olyan tettei voltak, ami később az egyházra is úgy kihatott, hogy Szent Ferenc, azt hiszi Szent Ferencnek tulajdonítják ennek a hatását?
Igen, hát a Szent Ferencnek a két legfontosabb mozzanat, ami az egyházban is jelen van, jelen kellene, hogy jobban legyen, és még jobban, mert sose lehet eléggé, az a szegényekhez való kapcsolata, tehát a szegények, ő maga is szegény lett. A Szent Ferenc úgy gondolkozott, hogy minden istené. Na most, ha minden istené, akkor igazából én nekem nem kell, hogy legyen semmim, hiszen minden, amin van, az csak minden Istentől van, tehát egy kincsként tekintett rá, vagy ajándékként tekintett arra, ha valamit kapott. Ő maga is szegényként, tehát ugye a Ferences rendnek ez egy lényegi pontja lenne, a szerzetességnek a szegénység, ugye ez az egyik ilyen pontja, a másik a betegekhez való, és ez a leprások és a betegek ápolása oldala, illetve a Caritas, tehát a Caritas ugye az egyházon belül a Caritason keresztül igyekszik a szegényeknek és a rászorulóknak segíteni. Például a mi Caritas csoportunk is itt Budakalászon Assisi Szent Ferencről kapta a nevét, tehát őről, ugye. Ugye a másik nagy szent az Árpádházi Szent Erzsébet. Ő szokott még általában Caritasnak lenni, mert ő is nagyon a betegek és a szegények, de Szent Ferenc is ugyanígy ez emelődik ki tulajdonképpen nála. Illetve ez, amit mondtam, hogy a lényegét az evangéliumnak ráirányította vissza az evangélium, tehát vissza az evangéliumi szegénységhez. Abban az időben azért az egyház nagyon magasan ívelt, tehát nagyon gazdag időszakát élte, ugye, mert akkor ez ilyen volt, tehát a középkornak ez egy jellemzője volt, hogy az egyház mind a benne volt még a világi dolgokban is sokkal jobban, nagyobb javadalmakkal, földterületekkel, stb. Tehát ő ezt megpróbálta egy kicsit. Ma már nem ilyen az egyházunk, tehát ma már ennyire nem mondhatjuk el, mi is sokszor adományokból élünk, és adományokból segítünk tovább, tehát hogy ma már nem mondhatjuk, ezt nagyon sok embernek a fejében tévesen van, hogy ó, az egyház gazdag, ez nem igaz. Tehát, hogy sokszor mi is örülünk, hogyha egyáltalán tudjuk működtetni az egyházunkat, de nem félünk, mert Isten mindig velünk van, és eddig még soha nem kerültünk olyan helyzetbe, hogy gond lett volna, de mi is abból tudunk adni, amit mi is kapunk. Tehát nagyon érdekes az egyháznak a logikája a segítésben, hogy nem az egyház segít, hanem mi segítünk, és az egyháznak adunk, és az egyház pedig továbbadja azt annak, akiknek szükséges, tehát a rászorulók irányába. Egyébként itt már hagy említsem akkor meg Ferenc pápát, hiszen ő az első olyan pápa, aki a Ferenc nevet fölveszi. Vagyis azt jelenti, hogy Szent Ferenc után, amikor őt pápává választották, és kimondták ott, hogy Ferenc nevet vette föl, akkor mindenki ugye nem Assisi Szent Ferencre gondolt, hanem Szalézi Szent Ferencre gondolt. Még találgattak is, hogy na most akkor a Szalézi Szent Ferenc, akiről, mint jezsuitaként, meg stb. És kiderült, hogy nem. Mert ő első pillanattól kezdve pontosan ezt az irányvonalat akarta jelen pillanatban is a katolikus egyház irányvonalává kijelölni, hogy azért választotta Assisi Szent Ferenc nevet, és azért Ferenc elsőként ugye Ferencet, mert szeretné, hogy az egyház minél inkább ezen az úton jár, tehát a szegények és a rászorulók vezetésében. Hát, hogy ezt mennyire tudjuk jól csinálni, vagy nem jól csinálni, az mindig egy kérdés, az mindig egy lelkiismereti kérdés, hogy tudjuk-e megfelelő módon felmérni azt, hogy szerintem nálunk azért itt Budakalászon, ahogy én most két hónap alatt láttam, azért azt látom, hogy a Caritas csoport nagyon jól és nagyon szépen tud működni, tehát hogy itt igen. A Rózsák terén, ahol azelőtt voltam, az előző helyemen ott is nagyon jól működött a Caritas csoportunk, és tényleg, mert ez a legfontosabb, megtalálod-e azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van erre? És Szent Ferenc szerintem megtalálta, tehát ő mindenkihez megtalálta az utat az evangéliumon keresztül, de az állatvilághoz, a természethez, az emberekhez, a rászorulókhoz, a betegekhez, szerintem ebben volt ő a legnagyobb szent, tehát, és ezzel mindent megváltoztatott. Utolsó kérdésem, hogy így Szent Ferenci gondolkodást, ha már egy a Caritas továbbviszi, a pápa továbbviszi, hogy tudja továbbvinni az átlagember a hétköznapokban? Ön szerint ezt a hozzáállást, hogy tudunk ennyire egyszerűek maradni a mai világban, mert talán ez a legnehezebb. Hát szerintem az anyagiaktól való, az elsődleges mindenkinek az, hogy az életedet teljesen arra építsd föl, hogy mit van. Tehát, hogy ezek a világi dolgok. Természetesen nekünk is szükség van nadrágra, meg pulóverre, cipőre, tehát mindenkinek el kell mennie. Tehát most nem kívánja azt hiszem, hogy a mai
világ meg, mert akkor most jöhettem volna mezitláb például. Jöhettem volna, de talán a mai világban nem erre gondolunk, hogy most saruban kéne járni, vagy mezitláb kéne járni, mert Jézus korában mezitláb jártak az emberek, vagy Szent Ferenc is valószínűleg nagyon sokszor mezitláb közlekedett. Tehát lehetne mondani azt, hogy ennyire menjünk, de talán most nem is ennyire ez lenne a lényeg, hogy ebben a korban már, hogy mi ezt ennyire leegyszerűsítsük, hanem amink van, azt ahhoz ne ragaszkodjunk minden áron, tehát hogy el tudjunk engedni dolgokat, és hogy egy picit egyszerű módon tudjuk szemlélni a világot körülöttünk, és itt jön be az a kérdés, hogy mennyiben engeded át Istennek az életedet, és mennyiben indulsz el az életszentségnek az útján. Az örök életed ettől függ, hogy mennyire engedted el itt a világot. És hogy, tehát szerintem az első lépés mindenkinek az lenne, hogy egy picit az anyagi világtól, egy picit nem mentessé maradni, mert nem tudsz mentesülni, tehát nem tudunk kilépni abból, amiben vagyunk, hanem a szíved ne tapadjon hozzá teljesen, hanem tudd azt elengedni. Egy példával hagy érzékeltessem, fiatal srác voltam, mikor az unokatestvérem egyszer beállított hozzám, hogy nagyon nagy szüksége van 50-60 ezer forintra, hogy tudok-e neki adni. Fiatal srácként ez azért akkor nagy pénz volt. De nekem körülbelül pont annyi volt otthon. És tudtam, hogy ezt odaadom neki, akkor meg nekem nem lesz. És aztán így, igen, nyeltem egyet, igen, tudtam, hogy igen, oda kell neki adnom, mert tudtam, hogy segíteni kell. Odaadtam neki. És leültem oda, és otthon ültem, hogy most akkor itt vagyok, teljesen pénz nélkül ott vagyok. Aznap este jött valaki, és hozott nekem 100 ezer forintot. És teljesen független volt. Tehát, na ez jelenti az, amikor elengedünk valamit, és Isten kezébe engedünk valamit. Hogy a keresztény cselekvés, az valami ilyesmi, hogy ragaszkodhattam volna, most a példám próbálom megmutatni, hogy ragaszkodhattam volna ahhoz a pénzhez, mert nyilván nekem is úgy érzem, szükségem van rá, mert nekem is kellett volna. De hogyha te mered ezt átadni, mert szólal lemondani, és most ez egy pénz dolog volt, de lehetett volna bármi. Többszörösen fogod Istentől visszakapni. Tehát csak sokszor nem merjük elengedni. Tehát így apró lépésben ez az első szerintem, hogy így el tudjuk-e engedni sokszor azt, amit úgy gondolunk, hogy nekünk ez kell, nekünk ez jár. És ha ez megvan, akkor meg fogod találni, én biztos vagyok benne, mert a te életed más, mint az enyém. Én nekem máshol kell azt az apróságot észrevennem, mint ahol neked kell. Más környezetben mozogsz, más helyszíkeken, más emberekkel találkozol, mint én. Tehát, hogy ezt mindenkinek magának kell megtalálni, hogy hol tud Szent Ferenci szemléletűvé válni. Meg hát a Szentmiségen azért vagyunk ott, tanítunk, ismerd az evangéliumot, aki nem ismeri az evangéliumot, hogy akarja élni. Tehát, hogy Szentmiség, Isten üzenete, stb. Tehát, hogy ez benne kell, hogy legyen, és a hétköznapokban pedig megtalálod. Nem csak anyagilag lehet a másikat segíteni. Egy jó szóval, egy beszélgetéssel. Én nagyon sokszor rájöttem papként, hogy rengeteg embernek azzal tudtam segíteni, hogy csak meghallgattam a problémáját. Nem biztos, hogy tudtam neki mindig mindenben segíteni, csak meghallgattam őt. És ő neki az egy segítség volt, hogy elmondhatta nekem, és egy picit felszabadult, és tudta, hogy egy-egy dologban tudtam neki picit tanácsot adni, segíteni, hogy hogyan tart. Tehát, hogy szerintem ez az igazi életszentség művészete, mondjuk így lehetne így mondani, hogy megtalálni, hogy mikor, kinek, mire van szüksége. Neki nem pénzre van szüksége, neki másra van szüksége. Neki arra volt szüksége, hogy meghallgassd őt. Neki arra volt szüksége, hogy elmenj vele. Ő neki azzal tud segíteni, hogy elmentsz, és segítesz neki mondjuk a fát fölaprítani a kertjében. Tehát a segítés azért az sokkal több annál, mint az, hogy na itt van, tessék 20 ezer forint, és menjél vele. Tehát, hogy valamikor pénzben, valamikor egészen más dolgokban tudunk segíteni. A Caritas tevékenysége, Szent Erzsébet, Szent Ferenc, szentjeink, ők mind mindenben voltak világot átrendező formájúak. Tehát, hogy egyszerűen egy szent megváltoztatja maga körül a világot. Ezért mondja is Jézus is, hogy legyetek szentek, mint mennyei atyátok is szent, és megváltozik körülöttetek a világot. A Szent Ferenc nem csinált nagy dolgokat, csak szent volt, kész. És elkezdett körülötte forni a világ, ford körülötte minden, a levegő, ahova ment, ott mindenki megérezte a szentséget, és megváltoztatta a véleményét, a gondolatát. Nem, tehát, hogy a szent ember az úgy szépen lassan maga körül megváltoztat mindent. Úgyhogy mindenkinek csak azt tudom üzenni, hogy
hogy igen, menjen, menjen és legyen szent. És hát olyannyira megváltoztatta ezt a világot, hogy itt a mai napon is róla beszélünk, ennyi idő elteltével is. Azt hiszem, ezek ilyen örökérvényű dolgok. Köszönöm szépen Varga Zoltán atyának, hogy kicsit így bepillantást nyerhettünk Szent Ferenc életébe, az ő jelentőségébe és példájába így a mai világban is, hiszen nagyon sokat köszönhetünk neki. Köszönöm szépen önöknek is a megtisztelő figyelmet, ez volt már a Fogadó Óra, és utólag is boldog névnapot minden Ferencnek. Viszontlátásra!